egy kis kukucsot. Jó, letettem. Jaj, Gyuri, miért vagy ilyen? Ezt a családi házat egy évvel ezelőtt birtokba vettük, felújítottuk, és Családok Háza néven a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesülete székhelyének szeretnénk működtetni, és ma jutottunk el odáig, hogy használatba tudjuk venni, és egy házszent előtt tartunk máma. A délután folyamán felkértük a püspökatyát, hogy szentelje meg ezt a házat, hogy hosszú távon segítse a családoknak az életét, az együttműködését, a közös programjait. Számodra személyesen miért fontos, hogy családos ember legyél, és hogy gyereket vállaljál? Szerintem ez hozzátartozik az élethez, meg én így érezném jól magam. Én jól éreztem magam nagy családban, és szeretném, hogy az én gyerekeim is ilyen családban nőhessenek fel. Az ember sohasem magányos, az biztos, és mindig ott van mellette valaki, aki támogatja, segíti egy-egy jó szóval. Szeretettel. Egy közösségbe élni, tehát nem egyedül, hanem testvérekkel együtt élni, egy családban élni, hogy vannak közös örömök, egy sokkal kerekebb élet egy nagy családban fölnőni, sok dolgot lát az ember, megtapasztal. Azt tapasztaljuk, hogy ezeknek a méretű családoknak hasonló problémáik vannak, jó azt megélni, hogy mások is ugyanilyen dolgokkal küzdenek és találnak rá megoldást, jó ezeket a megoldásokat megosztani, könnyebbé tenni egymás életét. Az is egy nagy segítség, hogyha ilyen közös programjaink vannak, akkor a gyerekeink olyan programokon tudnak részt venni, aminek egyrészt a lelki tartalma is olyan, amit mi is úgy gondolunk, hogy segíti a mi gyereknevelésünket hosszú távon. A család önmagában hordozza természetszerűleg a reménynek a gondolatát, hiszen ezért nevel a szülő, ezért hoz áldozatot, és ebből szükségszerűen következik, hogy hisz a jövőben, abban a jövőben, ami az embernek megfelelő, és ami az ember növekedését tudja segíteni. Úgy gondolom, hogy ilyen közösségek jelszerűen is akarnak megjelenni egy társadalomban, jelezve az élet értékét, értelmét és annak az abszolút jövőre mutató, természetesen jövőre mutató valóságát, és szükséges az is, hogy egy társadalmi megjelenülést is tudjanak elősegíteni szaktanácsadással, segítéssel, neveléssel, vagy éppen a szülőknek nem kis feladatuknak a vállalásában. Azt mondaná egy mai fiatal, egy mai 20-25 éves, hogy hát mekkora meló, mekkora vállalkozás, nagy családot, meg egyáltalán gyermeket vállalni. Mit üzennél neki, hogyha üzenhetnél? Az élet egyetlen értelme. Én azt mondanám, hogy mint látunk, sok fiatal fél a felelősségvállalástól, és hogy ettől ne féljenek, mert a családon keresztül igaz, hogy nagy felelősség, de hatalmas öröm, és az életnek tényleg az alapja a család. Szerintem a mai fiatalok egy kicsit el vannak tévejedve, tévutakon járnak, amikor máshol keresik a boldogságot. Tehát el kell dönteni időben, nem hezitálni, és akkor utána ennek mind-mindnek meg lesz a gyümölcse. Lehet ez is egyfajta karrier, hogy az embernek egy békés, boldog családja van, és visszatekintve azt mondja, hogy nagyon szerencsés volt, hogy sikerült így alakulnia az életének, hogy egyrészt a házassága megmaradt, hiszen látjuk, hogy azért nagyon sok házasság felbomlik, kétségkívül tesz is az ember azért, hogy megmaradjon a házassága. Ez az egyesület is azt segíti nagyon, hogy megmaradjon az ember házassága, hiszen azt látja, hogy
lámcsak-lámcsak, minden házasságban vannak problémák. Nem az a kérdés, hogy van-e, hanem az, hogy meg tudjuk-e oldani. És ha meg tudjuk oldani, akkor megmarad a házasságunk hosszú távon is.